Tátrai Miklós a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mielőtt Álomszigetről, Álomkaszinóról, Álomberuházások tömkelegéről beszélnénk, mondja már meg nekem, hogyha még mindig ön lenne a MNV-nek a vezérigazgatója, akkor például tetszene önnek egy, vagy támogatna egy ilyen 600 milliós kisvasút ötletet? Mert hát, hogy ez az évszázad nagy üzlete, tehát fellendít egy egész térséget turisztikailag. Turisztikailag lehet, valakinek biztosan jó, tehát nyilván megvan az a személy, vagy az a szervezet, akinek ez üzletileg értelmezhető beruházás. Nekünk, mint adófizetőknek egész biztosan nem. Jó, de hogyha most... De hát ez nem is szempont, szóval nincs ezzel most semmi probléma, meg nincs ezzel mit vizsgálni. Tehát ez a szempont, ez nem szempont, értem. Nyilván nem szempont. Na, de hogyha ez a 20 kilométeres szakasz 600 milliót megér nekünk, adófizetőknek, viszont hoz évi 600 milliót turisztikába, hát akkor ez tényleg nagyon jó üzlet volt, akkor én nem sajnálom rá a pénzt. Persze, csak akkor legyenek olyan hatásszámítások, amik ezt alátámasztják, ezek legyenek nyilvánosak, és ha ez valóban megtérülő beruházás, akkor nem magánüzemeltetésbe kell adni. Tehát azért itt praktikusan az történik, ha én jól értem ezt a történetet, hogy az állam megcsinál valamit az adófizetők, vagyis mindannyiunk pénzén 600 millióért, és odaadja a Puskás Akadémiának. Ha ez nem értelmes beruházás, akkor azért baj, ha meg üzletileg értelmes, akkor meg miért nem csinálja az állam, vagy miért nem csinálja a Puskás Akadémia a saját annyi pénzéből. Annyi turisztikai ilyen beruházáshoz volt már önnek köze a régi pozíciójába, Sukorgó, most ugye mindjárt beszélünk a Álomszigetről, beruházásról. Na, ehhez legalább nem volt köze. Ehhez legalább nem volt köze, de a kettő viszont érdekes viszonyaiban is áttekinteni. Igen. Szóval, hogy turisztikai beruházásokat jó párat látott, majd mi az, ami megéri. Vagy lehet, hogy Felcsút határába évek óta ott kóbászolnak a turisták, hogy Istenem, csak lenne egy nosztalgia vonat, hát itt tölteném a nyarat. És akkor ezért nem. Tehát nem tudnak oda menni nyaralni, mert nincs kisvasút. Lehet? Lehet. Én viszonylag gyakran megfordulok a környéken, tehát arra vezető úton. Én még nem láttam egy darab turistát. Rendszeresen jár Felcsútra? Irányába maradjunk Igen. abban. De hát ugye az jól látható, hogy az elmúlt 3 évben minden létező állami vagyonelemet, ami ott a környéken volt, azt az akadémia vagy az akadémia érdekköre megkapott, ugye, mondjuk 2010-ben még törvény tiltotta, hogy a védett nemzeti parki területet, magát az arborétumot nem állami szervezet kezelje, ezen is változtattak, és ennek a kezelői jogát is megkapta az akadémiai érdekkör a nemzeti parktól. Szóval nagyon van, sok izgalmas dolog lábok, történt ebben a térségben. Annyi mindent jobban tudnak kezelni. Igen. Nem biztos, hogy az De állam egyébként a legyen ez egy jó példa arra, hogy az állam valóban nem jó gazda, mert lehet helyette jobban csinálni. Tehát csinálják jobban, és akkor legyen ebből hát, közhaszon. Már nagy nemzetközi utazási irodák már lehet, hogy már lehet csekkolni a épülő nosztalgiavasútra. Még lesz lehetőség régiós kaszinó beruházást is csinálni, Alcsúton, Felcsúton nyilvánvalóan. Hát azért szép lenne. Nézzük ezt az Álomszigetet, még nem tudjuk összehasonlítani a esetleges bárhol máshol épülő kaszinó beruházással. Szóval van egy Álomsziget beruházás, itt most az egész hosszú történetet nem fogjuk és nem is meséljük el a nézőknek. Nagyon röviden annyi, ez egy 2003-as történet, volt egy befektető, 3,6 milliárdért vett ugye ingatlanokat. Igen. Itt a Hajógyári szigetről van szó, és akkor most ezt a 3,6 milliárdért megvásárolt ingatlan együttest, mi visszavásároljuk 5 milliárdért. De eleve mi van ott? Tehát miért vásároljuk mi vissza? Ennél a helyzet sokkal rosszabb, tehát ezzel az ügyel nagyon sok probléma van, és nem is 5 milliárdba fog ez kerülni, hanem sokkal-sokkal többe. Most az történt, hogy hozott a kormány egy határozatot arról, hogy 4 milliárd forintért az ingatlant meg kell venni. Ugye ezzel rögtön van egy olyan probléma, mert hogy ott majd lesz egy rekreációs központ valamikor a jövőben, pontosan még nem tudjuk micsoda. Tám, még kis vasút Első is. Probléma, miután megvettük, néhány hónapon belül Lázár János találja ki, hogy mit fogunk vele kezdeni. De most mi van ott? Amiket meg akarunk venni, most az most mi? Gyakorlatilag a Vizovicki féle szórakoztató ipari komplexumok, hogy finoman fogalmazzak, vannak ott. Ez Tehát, a Hajógyári szigetnek a déli csücske, most lesznek ott az államnak diszkói, meg kocsmái, meg az ég tudja mi mindene. De most ezek
ez nyilván nagyon szükséges, és ezek működnek. Ezeknek vannak üzemeltetőik, tehát értelemszerűen ez nem az állam lesz, de ezeknek a tulajdonosa az állam lesz. És ez az államnak állítólag jó, még nem tudjuk miért, majd ezt Lázár János ki fogja találni, hogy miért költöttük el a 4 milliárd forintot arra, hogy megvettük. De várjon, akkor itt nekem már azért beugrott sukorol. Egyébként is őre nézek, valahogy mindig az ugrik be, nem nehéz, tudom miért. Nehéz, bár most már a nosztalgia vonatot is lehet, hogy önhöz kötöm. Így, hogy semmi köze hozzá. Szóval, hogy nem tudjuk, hogy mit kezdünk vele, de már ráköltünk 5 milliárdot? Ez na van, de hát Sukoronál ugye tudtuk, hogy mit kezd majd vele a beruházó, tudtuk azt, hogy hány munkahelyet teremt, tudtuk azt, hogy mi lesz pontosan a projekt, és tudtuk azt, hogy ez nekünk mennyibe kerül a telekcsere révén. Ehhez képest ott aztán a sikasztás, hűtlenkezelés és minden, tehát csak az emberkereskedelem nem merült fel az ügy kapcsán, de azon kívül szinte minden. Tehát itt most azt se tudjuk, hogy miért vásároljuk meg, tehát biztos tudjuk, csak nem nyilvános, nem? Hát a kormány határozatban az van, hogy majd Lázár úr találja ki. Hát, miután megvettük. Ezt nehéz máshogy értelmezni, mint hogy most nem tudjuk, hogy mi lesz a hasznosítási célja, majd valaki kitalálja, de egyébként én ennek örülök, hogy így van, hiszen az előbb annyi jó lehetőséget felsorolt az index szavazás kapcsán, hogy ami nem fér el felcsúton, azt itt majd nyilván meg lehet csinálni. Ez egy 32 hektáros terület Budapest közepén. És ugye messze nem ez az első olyan ügy, amikor a kormány eldönti, hogy ő idézőjelben jót tesz Budapesttel, oda rak majd valamit. Ugye rakott már Rubik kockát, meg sípáját, meg az ég tudja mi minden Budapestre, miközben semmire nincs pénz, és szegény Talós István könyörög minden fillérért a BKV-nek, közben sok 10 milliárd forintot, amit kitalál a kormány, arra elkölt, anélkül, hogy a főváros lakóit, vezetőit, bárkiket erről megkérdezne, tehát nyilván ez is egy szerete. Na, ezek az ennek épület együttesek egyébként eladók? Tehát azt tudom, hogy itt a befektetővel van valami vitás ügy, arra le kell majd plusz 1 milliárd, hogy ezt a vitás ügyet lezárjuk. De egyébként el akarja adni a befektető ezeket? Ezt nem lehet tudni. Ugye a kormány határozat van egy olyan probléma, hogy a kormánynak nincs joga ebben a kérdésben dönteni. Ugye, ha emlékszünk arra, hogy Gyurcsány Ferencet pont a Sukoró ügyben ez az egyik párhuzam a kettő között, mivel gyanúsította meg az ügyészség, az az volt, hogy szóban azt mondta, hogy hát ezt vizsgálják meg, és ha lehet, akkor csinálják. Itt konkrétan a kormány határozattal eldöntötte a vagyonkezelő helyet, hogy ezt meg kell venni, ennyiért kell megvenni, stb. Stb. Például aláíró Orbán Viktor. Még egy szó szokott eszembe jutni, Sukoron kívül értékbecslés. Tehát itt... Ilyet nem láttunk, nyilván lehet, hogy van, ezt nincs okom feltételezni, annyira talán nem szörnyű a helyzet, hogy még értékbecslés sincs, de az nyilván nem egy üzletileg racionális magatartás, hogy megjelenik a magyar közlönyben, hogy ezt az ingatlant ennyiért a kormány szeretné megvenni, sőt kötelezi az állami szerveket, hogy vegyék meg, és utána bekopognak a befektetőhöz, hogy egyébként alkudjunk. Hát nyilván a befektető, a mostani tulajdonos az azt mondja, hogy hát hello, most olvastam, hogy 4 milliárd, akkor hozzátok a pénzt, és megegyezünk. Tehát ez egy üzletileg teljesen irracionális magatartás. Tehát Sukoró ügyben is van még egy ilyen, tehát maga a projektnek a meg nem valósulása, tehát azt is le kellene zárni. Akkor most az alapján mondjuk a Sukoró, Sukorót majdnem megcsináló befektető is mondhatja azt, hogy hát akkor én is kérnék mondjuk 1 milliárdot, és akkor felejtsük el egymást. Most a dologban ez a legszebb csavar egyébként, és ezt teszi teljesen szürreálissá és egyben irreálissá ezt a dolgot, hogy ugye Sukoró ügyben az történt, hogy volt a befektetőnek egy telke, hogy azt ő tudja használni, azt az állam az ügyességen keresztül ellehetetlenítette. Az első nap, amikor késedelembe esett a befektető a vállalásához képest, akkor az állam felmondta a szerződést, és azóta is kötbért követel, és pert indított több milliárd forintért a befektető ellen. Ezt a szerződés alapján egyébként megtehette, de erről zajlanak perek. Ebben az ügyben az történt, hogy csődbe ment a befektető praktikusan, üzletileg ellehetetlenült a beruházás, mert nem az állam okozott neki kárt, vagy csinált rosszat, tönkrement. És mégis fizetett. Nem teljesítette, amit a szerződésben vállalt, mai napig 1,5-2 milliárd forintot kellett volna fizessen, ezt az állam tőle követelhetné. Ehhez képest mi fizetünk 1 milliárdot. És egyoldalúan felmondhatná az állam a szerződést, mondván, hogy nincs teljesítés, a szerződés szövege szerint ezt kellene tenni. Ehhez képest azt mondja az állam, nem mondom fel, nem kérem a 2 milliárdot, egyezünk meg abban, hogy fizetek én neked 1 milliárdot. Tehát ez ugye önmagában is egy hatalmas marhaság, és hogyha a két dolgot összehasonlítjuk,
és nézzük ezt mondjuk a választott bíróságon zajló sukorói per szempontjából, ahol azt kell az államnak bebizonyítani, hogy jó hiszeműen járt el a sukorói befektetőkkel kapcsolatban, és nem tolt ki velük, közben itt van ez a másik ügy, hát elég nehéz lesz bizonyítani. És annak a pernek több mint 100 milliárd forint a tétje. Ehhez képest majdnem mindegy, hogy 4 milliárdért vettük-e ezt a telket, vagy sem, mert az állam magatartása finoman szólva nem azonos a két esetben. Ez lesz a nagy bukta. Hát, hogy ez hivatkozási alap lehet-e a sukoró perben, azt nem tudom, de hát majd eldönti a bíróság. Nyilván ott is adódik a párhuzam, nem csak itt. Köszönöm szépen, hogy itt volt.